Hát sziasztok, ez itt a Húr elmélet új adása. Pásztor Sámuel vagyok. És Géci Viktor. Ha van valami, amire a világnak nincs szüksége, az még egy Tube Screamer videó, de mi úgy gondoltuk, hogy mi még nem csináltuk, mi ilyen kvázi Tube Screamer szűzek vagyunk, úgyhogy most megcsináltuk ezt a dolgot. Elhoztuk mindenkinek, aki nem szerette volna, úgyhogy így kérjétek, így fogadjátok be ezt a dolgot, hogy ez egy olyan hab, egy tortán, amit már rég megevett mindenki. Úgyhogy ezt most ide teszünk neked az asztalra. De ilyen sorrendben biztos, hogy nem rakta még. Pontosan, ezeket, igen, ilyeneket. Ezek nem voltak. Előjáró még annyit el kell mondjuk, én nem vagyok nagy Tube Screamer használó. Vannak különböző verzióim. Tegnap volt egy nagyon fontos koncertünk, és hajnalba kellettem, hogy jöjjek forgatni, és zseniálisan otthon is hagytam legalább 2-3 pedált, abban, amit szerettem volna, de ezeket viszont szerencsére a Viktor itt el tudta hozni, úgyhogy most azért van egy viszonylag reprezentatív kínálatunk Tube Screamerekből, majd mindjárt végig is megyünk rajta, itt van kettő ilyen eredetinek mondható ügy, és aztán van egy csomó ilyen modern verzió a híresekbe közül. Annyit el akarok mondani csak így az eredetére a dolognak, hogy ez az egész onnan indult, hogy volt a Bossnak egy OD1 nevezetű pedálja, és akkor a Maxon mérnökei azt kezdték el egy picit modolni, meg nagyon lekoppintani, és akkor kijöttek, már ez egy volume gain-es pedál volt, és akkor kijöttek egy ilyen tompot is verzióval, meg eleve tehát más a szimmetriája a vágásnak benne, tehát végül is egy kis módosítások árán egy eredeti dizájnnal jöttek azért elő. És egy olyan hanggal, ami gyakorlatilag megkerülhetetlenné vált a zenében, és elképesztő sok műfajban is egy csomó felhasználási módon használják, úgyhogy igazán megkerülhetetlen dolog, és mérhetetlen mennyiséget gyártanak belőle, és elképesztő mélységekig megy a geekeskedés vele, hogy ilyen csíp, hogy olyan... Olyan dióda, a potinak a méretesen mindegy, a sapkának a potinak, már máshogy szólt tőle. Igen, tehát minden már részlete megvan fejtve, szerintem azért is, mert az egyik első ilyen kapcsolás, amit így lehetett elérni interneten, meg így kézen közön, és szinte minden pedál építőt, akit ismerek, mindenki Tube Screamerrel kezdte. Igen. Gondolom nem nagyon bonyolult, a faznál biztos sokkal bonyolultabb, de valahogy ez mindig hát meg, ott van. Meg igény van rá, tehát hogyha építgetsz, akkor nyilván próbálsz olyat, amit úgy vesznek is, nem? Tehát, hogy így... Hát igen, lehet, hogy manapság ez most már nincs, mert tényleg amit, hogyha lett volna rá gondolatom, akkor valami nagyon-nagyon olcsó ilyen kopit. A Behringer gyártott ebből valamit, amit aztán a TC, mikor megvette a Behringer a TC-t, akkor azt hiszem Elmo Cambo néven gyártja tovább a régi Behringer Tube Screamert. Úgyhogy azt még hozhattunk volna, de hát ez itt a kínálat. Kérlek, mesélj nekem, hogy mik vannak. Tehát itt van ez egy Earthquaker Devices, akkor ugye hoztad a, nem tudom, a kutya alól kivetted, vagy valami reggel elvetted tőle a játékát, de még jó állapotban van, különben a DS9 előre elmondjuk, hogy a DS10 előre elmondjuk, hogy a LED az már nem jó benne, de az szándékos. Néha jó. Lehet, hogy meglep minket néha, az adásban. Ezek műfaji sajátossága az összes 10-es szériának, hogy a kapcsolója is általában rossz, a LED is hol világít, hol nem, szóval ez az egész. De szól! De megbízhatóan szól, ha bekapcsol. Igen, majd az. Az Ibanez, a klasszik, ugye tudjuk sokszor, Ibanez, igen. És akkor megyünk tovább, itt van egy full tone-nak egy full drive-a, ebbe is van egy kis plusz dolog, hogy van egy boost, meg egy on-off. Miért jó a boost? Mert vagy hangerőt emelsz utána, tehát szóló boost, vagy előtte emelsz hangerőt, azaz a gént megnyomod még több gain-nel adott esetben, mert tehát egy szabadság fok. Na itt van a Bonsai nevű, látod, végülis mi más lehetne, nekem inkább egy panel jut eszembe, hogy nyomtott áramkör, egy Bonsai a JHS-GS-től, amiben beleraktak ugyancsak kapcsolást, OD1, csókolom, mondtad, igen. 808 TS9 MSL, segíts, az a metal, biztos valami, igen, nem baj, leégtünk, TS10 TXR, ugye azok az ilyen pro módok, TS7-es, és hát van egy Keely, meg egy JHS modolás.
Mert hogy a JHS is, meg a Kiel is csinált olyat, hogy az alap tube screamert modolta. Itt volt az, hogy alkatrész cserélt benne, vagy egy-két olyan diódát, vagy egy-két olyan plusz funkciót belerakott. Na, ők ezt belerakták egy ilyen forgó kapcsolóval. Ennek egy hátránya, hogy egyszerre egyféleképp tud szólni, tehát le kell nyúlni mondjuk a szóló közben, és át kell kapcsolnod, de nincs ezzel semmi gond. Ugye, itt van egy Maxol, aminél azt mondjuk, hogy OD9, ugye ennek a történetéről meséltél, ez egy új pedál, egyesek szerint nagyon megközelíti az eredeti 80-as évek eleje, körülben akkor fejlődött ez, ugye? Jól mondom idő? Hát 79-es a tube screamer, de az még 808-as lesz valószínűleg. Igen, és akkor... És utána sokan vadásszák a neten ennek az eredeti verzióját, ez egy kicsit későbbi, egy 40, akkor azt mondom, nem tudom, 40 évvel ezelőtt későbbi kiadása, de visszatért a piacra ezzel egy ideje. Maxon? De ez a normál 9-es tube screamer, csak Maxon ő gyártott eredetileg is az Ibaneznek, tehát igazából ez tekinthető egy teljesen standard 9-es. Igen, igen, és azt állítják, hogy már amennyire lehet, olyan minőség, meg chip, meg mindent raktak bele. Hát gondolom, hogy esetleg diszkét alkatrészekből van, mondjuk valószínűleg szembe ezzel, mert ezt a mennyiségű kapcsolat a diszkét alkatrészekből nem lehet megcsinálni. Na, majd mindjárt szétcsavarozzuk. És a Voodoo Lab-nek van egy Sparkle Drive, amiben megint az az érdekesség, szerintem tök jó, majd ha kapcsolgatjuk, hogy van 4 mód benne. És ez mind összefügg a 4 mód egy picit azzal a karakterrel, amit mondtam, hogy az egyik az egy kicsit génesebb, de veszt a dinamikából, a másik az egy picit olyan crunch, kicsit kevesebb génnel, de még mindig olyan jó tube screameres hang, és akkor nyilván az alapfunkciók hozzá. De. És ez az első, azt hiszem, és itt ebben a körben az egyedüli, aminél van egy blend. Tehát a Clean-t összetudod. A JHS-nek is van olyan pedálja különben, hogy számomra én ezt nem értettem régen, de egyszer csak elkezdtem vele foglalkozni, mert ugye ha jól behúzod a pedált, jó drive-ra, és egy picit a drive-val már elégedett, vagy dinamikát vissza tudod csempészni azzal, hogy egy kis Clean-t hozzácsavarsz érzéssel. És mégis párhuzamosan átmegy ugye a tiszta hang is, persze nagyon ízlésesen, és akkor mégiscsak marad egy olyan más frekvenciája is lesz, egy picit marad egy olyan dinamikája. Úgyhogy hát hozhattunk volna még háromszor ennyit, de azt gondoltuk, hogy most nézegessünk. Ennyi fér az asztalra, igen. Igen. Még igazság szerint van még itt egy dobozom, mert van egy pár pedál, de most ezekre esett a választás. Igen. Igazából még annyi a tube screamerrel kapcsolatban, hogy itt eleve van egy ilyen, tehát a kapcsolásban már magában foglalkozik, hogy van egy tiszta jel, és akkor mellette van a klippelt jel. Tehát eleve van egy ilyen kis mix funkció benne beépítve. Nem tudom, hogy ennél, amikor full clean, tehát berakod teljesen nullára azért, hogy akkor egy klasszik tube screamer, és akkor ott is van egy pici ilyen clean én szerintem igen. Drive, és akkor ahhoz képest még hozzákeversz egy teljesen szárazat. Mm-hmm. Ez a valószínűbb, igen, szerintem is. Nem az, hogy csináltak egy olyan kapcsolást, amiben nincsen benne a clean drive through. Nem tudom, milyenek a jó megfelelő magyarul. De mindegy. Nézzük, szerintem menjünk a klasszikoktól, én azt mondom. Oké. Okay. Hát valójában a legklasszikabb az ez. Oké. Okay, szerintem, okay. Szerintem már 800, vagy egyébként van 8-asunk, itt van 8-asunk. Összehasonlíthat, jó. De az mégis a Maxon, de mindig jön el a KH-tól. Jó. Mi csinálunk akkor? Stratózunk és fenderezünk? Ez egy Fender Dual Showman, itt nem nagyon fog látszani tőlem, de itt egy kicsit mutatom. Ez egy 100-as fej volt, ami kombosítottam a Frankie-be által. Szerencsére a Dual Showman reverbet bele lehet csavarozni egy Twin Reverb dobozába, és egyébként maga az erősítés szinte ugyanaz, úgyhogy ez tekinthető egy Twin Reverbnek most per pillanat. Tehát ez az igazi klasszikus dolog, amikor van egy Fenderünk, van egy tube screamerünk, belemegyünk egy Fender kombóba, ezt így találták ki a Mennyországban. Na nézzük, tisztája most. Igen. Jaj, de jó! Hát ugye, elindulunk itt egy marha nagy headroomú tisztától. Te hogy szoktál egyébként? Te mennyire tube screamezel? Olyat szoktam, hogy
Ha igen, akkor úgy, hogy maximum ennyi vagy kevesebb drive van, és még vagy valami crunchba, mindegy, tehát még valami kisebb rotyogóba belerakom. Tehát te boosterként használod, nem? Igen, de nem az, van az a klasszik boost, amikor le van a drive véve, és csak feltoljuk, és akkor inkább tényleg azt a nagy részt a középtartományát használjuk ki. Nem, én szeretem azt, hogy adott esetben 12 órán áll, tehát hogy bőven legyen azért drive rajta, de még lehet, hogy utána nyomok valami másik drive-ot, és akkor így házasítom. Aha, és akkor a kettőnek összeadódik az a kis szövete, de például ennél ez egy tök érdekes, amiről beszéltünk, hogy nem érzem azt, hogy most így ezzel a setup-pal most hiányozna a mélye a bekapcsolt állapot. Persze, igen. Úgyhogy, érted? Egy picit kevés torzítás lenne nekem, egy picit kavarsz már még nekem, kérlek szépen. Otast. Esik szét, tehát ez is. Nincs bajunk. Utas egy pillanatra, ezért, hogy kóstolom, meg már nem fog mindegyiknél elkérni, de ezért, de kíváncsi vagyok, hogy... Nézze, hogy ezt az ilyen finom törstrató hangot, amit, mert igazából ez lehet egy jó nézet, ilyen always on pedál, hogy megtalálod azt, hogy a strató ne legyen már annyira kellemetlenül szélsőségesen dinamikus, vagy egy single coil, inkább így mondom, és akkor ez megad ízt, ad kompressziót, ad kicsit levesz a mélyből, kicsit levesz a magasból, hogy minden úgy a helyére kerüljön, és hogyha az megvan kínálva egy megfelelő erősítővel, akkor az nyilván ott megvan minden ennek az ellenkezője, hogy az egész az végül egy ilyen közelítsen egy jobban lineáris szanthoz, tehát egy teljes szanthoz, ne egy ilyen orrhanghoz. Egyébként szerintem simán csinál egy jó strató hangot, ami lehet állandóan lenni, és akkor innen építkezni fölfelé. Azt nézem, hogy még hogyha kicsit adok rá gént, és ugyanezt a hangerőpotival mennyire tudom megcsinálni, és akkor már van kétféle két sebessége már ebből az egy pedálból. Thank you.
én szerintem itt ezzel teljesen el vagy. Valószínűleg szerencsénk van, ez az első pedálunk, aminek van egy nagyon jó minőségű puffer egyébként, amit még mondtál is itt előtt, hogy ilyen... De most ki van kapcsolva. De a puffer akkor is működik? Nem. Most nem. Nem? Most teljesen. Akkor mákunk van, mert valójában ez úgy lenne hivatalos, hogyha mindenkinek szeparált áram, mindegyik looperbe bekötetett, egyiknek a puffere nem zavarja a másikat, vagy annak a hiányese, de igazság szerint nem halt meg a gitárhangunk ennyi effekten meg, keresztül. Igen, csak most ugye kettő, ami egyáltalán nem true bypass, ez a kettő most így be van kapcsolva, kikapcsolt állapotban is, viszont én azért is szerettem, hogy a körbe bent van egy pedál, egy olyan, ami nem true bypass, mert ezen is van ugye vitatkozás, elmélkedés, meg hitvita, hogy most true bypass nem, mert hogyha meg nem true bypass valami, akar ott esetben egy hangulód, akkor folyamatosan kompenzálja a kétszer mondjuk átlag 5 méter vezetékednek a veszteségét. Már egyetlen egy hanguló is, vagy mondjuk egy ilyen pedál is. Igen. Ha meg még ráadásul be is kapcsolod, kis drive-on, akkor itt most tényleg úgy éreztem, hogy az elején is tetszett a Fendernek a hangja, mármint az erősítőnek a hangja, de valahogy most ezt így bekapcsoltad, egy kis drive-on, és nekem valahogy úgy azon az alap clean-em. Jut eszembe, ez is pufferelt. A Fulton, akkor már három Fultonnak az a filozófia, hogy egy jó pufferre sokkal jobb, mint egy true bypass. És én ezt egyébként osztom. Tehát a két-három true bypass-es pedált egymás után kapcsolsz, és már ilyen teljes vacakba benne vagy. Tehát jó a true bypass, de valahol nem árt minél előbb a lázban egy jó minőségű puffer. És akkor az vissza, tehát ott, az ugye levisz az impedanciát, és akkor nincs annyi veszteségünk itt a jelben. Tehát akkor ez itt a klasszik, és én egyébként már így megvettem. Nekem sose volt rendes, igazi Tube Screamerem, nekem mindig valamilyen modernizált verzióm volt, de és sokkal nem is boldogultam, igaz, hogy nem mindig volt ilyen szép, soha nem hozzá, de menjünk tovább, tehát ez itt a klasszikus. Nézzük meg ezt a tízes, mert van mostanában egy jó nagy hiszti, mert ez a találmány, vagy ez az állítás, hogy ez volt Stevie Ray Vaughan-nak a kedvenc Tube Screamer, a tízes, és akkor most ennek megy föl az ára az egekig. Ez évtizedekig nem így volt, és semmibe se került, azért mert borzasztó szar, mint minőségileg az egész. Tehát ez egy ócska kapcsoló, minden vacak rajta, tehát ez egy ilyen unbowly széria volt szerintem. De mondjuk belülről egyébként éppen néztem most, mielőtt jöttem, néztem, hogy egyébként tényleg full diszkét alkatrészekből, ami persze nyilván olyan minőségű, amilyen a fene tudja, hogy milyen, de mindesetre ez a mondás, hogy ez volt Stevie Ray Vaughan kedvenc Tube Screamer. De most, hogy elég sok szétesett már, ezért keveset találsz a piacon, tehát drága. Ah, és akkor igen, plusz még. De a hangja az meg jó vélhetően, ugye, mindjárt meghallgatjuk. Nézzük valami hasonlót, amit itt csináltunk, drive. 10-12 perc is be is kapcsolott. Igen, tudod, igen. De... Ja, ezt mindjárt azt az élményt, igen, azt nem fogjuk kivágni, hogy akkor most bekapcsoljuk a pedált. Másodszorra! Nézd meg! Másodszorra! Egyébként az, hogy másodszorra, az egy koncerten pont elég. Tehát igen, igen. Pont elég nem maradni egy refférről. Igen. Bocsánat. Én azt hallom benne, hogy ez kicsit lazább hangja van, ez egy tömörebb, én ezt venném, tehát nekem ezt tetszik jobban, így simán, de ennek van valószínűleg az, hogy már szét van szépen csúszva, aha. De ennek van egyfajta ilyen lazább karaktere a hangjának, nem annyira tömör.
hogy mondjam el 5-5-szörre ugyanazt. De meggyőző, tehát hogy adott esetben én össze tudnám keverni, ha most nem tudom, az AB-teszt az, tehát mind a kettővel bőven el tudom. De hogy itt abszolút úgy minőségre körülbelül ugyanazt hallom. Igen, tehát, hogy ez egy picit játszva, az az érzés, hogy egy picit frissebb. Tehát hogy ez egy kicsit gyorsabb is talán. Merre szaladjuk? De ha összehasonlítjuk, ha már itt vagyunk. Jaj, nagyon jó, ez tud TS10-et. Micsoda nagy dolog, látod? Na, most akkor mi van bekapcsolva, mi nincs? Igen, ez nincsen. Az még nincs, ha belenne. Próbálok meg valami hasonló világot. Azt mondja, hogy tone. Igen. Itt mondjuk ők valószínűleg ott volumban erősebbek. Van olyan például azért plusz funkció, hogy tudod csak ilyen pillanat kapcsolóra állítani, vagy hosszan tartva bekapcsol, tudod ezt? Ez tudja mindkettő. Közép, a fütyülősebb. Igen? Nekem abban többnek tűnik. Igen? Nekem a magas tűnik többnek. Hát vagy akkor lehet, de az a, mindegy, tehát az kis az ormányosság magas közép, nekem az egy bizony éneklősebb, olyan erőszakosabb van át. Tehát jobban hallom ezen, hogy egy Tube Screamert hallok. Aha. Egy picikét. Azt nem állítom, nyilván ez lehet, hogy tehát ki lehet csavarni belőle. De meg hát nyilván ez a darab éppen, hogy öregedett. De azt nem állítom, hogy ez és ez, ez jobban közelít egymáshoz, mint ez is ez. Igen, igen, igen. Én azt gondolom, hogy abszolút. Én szerintem, nem tudom, Tube Screamer. Nem megkérdőjelezve az ő létjogosultságát, de hogy kiderül a végén, hogy egy Tube Screamer raksz be, akkor a Tube Screamer fog szólni. Még az is hát, hogy ez a tanulság, az a videó végére. Hogy... Na de, jó, figyelj, nézzük meg a 808, az a 10-es, ez 10-es. Nem, nincs akkora átfedés a kettő között, vagy illetve csak annyira, hogy... Engedem, hogy csináljunk egy AB-tesztet, tehát először kikapcsol, ugye? Ez a 10-es. Ez kicsit lazább szerkezet. Most így hirtelen, nekem ez volt ha már mindenképp kell valami összesen, erről jut a leghamarabb eszem, hogy ez egy Tube Screamer most. Aha. Valahogy. Lehet, hogy lehet, hogy nem véletlen, hogy ezek után a legméreg drágább széria még ugye ezek a régi 808-asok, amit keresnek. Igen, és igen. Szerintem nem véletlen, hogy tényleg ez az ilyen tagadhatatlan, vitatatlan, szerintem egy ilyen jó kis középtónus. Amennyire én tapasztaltam, a 808-asok nem annyira erőszakos, tehát egy kicsit lágyabbak, mint a 9-es, és talán egy picit kevésbé is van a mély vágva, de ezt lehet, hogy ebbe tévedek, de nekem ez volt a tapasztalatom, vagy csak azért, hogy nem tudom, de hogy egy kicsit lágyabb érzet, és ennél érezni azt, hogy ez is egy ilyen, ebbe az irányba mozdul. De egyébként meg is nézhetjük, mert itt van 9-esünk 2, ha már itt. Ja, akkor most átmenjük a TS9-re, kikapcs, ugye? Láttam, mihez nyúlsz, hogy ennek több a magasa, de hiába csempészted rá a tónt, nem jött meg, mert máshol dolgozik a tón.
Ugye ennek egy picit az a kis ez pizen. Nekem simán nyer. Most játszottam a riffet, ez sokkal tisztább volt. Igen. Tehát ez a hangközök, tehát sokkal kevesebb sár van, hanem ez nálam egyébként is eddig nálam most ez a nyerő. De így a 9-es összehasonlításban nekem ez simán viszi. Nyomjuk már ezt körbe. Nézzük. Mert ott fogsz meglepődni, mert láttam ezt, hogy van egy Kili meg a JH-s, ja, amit az előbb mondtam. Tehát én nekem, tehát ott egy kicsit más dimenzióban lép a pedál. Ott ugrani fog a hangerő, tehát azt, hogy nem, de nem kell, hogy próbálok én, tehát csak jársz nyugodt. OD1-től mehetünk? Csak körbe. Jó. Pillanatra, úgy tudom, hogy a bosszok, ugye az OD1 meg az SD1, azok ott az aszimmetrikus clipping van, tehát nem annyira ez a... És én ezt hallani vélem, ha igaz, hogy itt van ez az élesebb, kicsit jobban hasonlít az igazi csöves erősítőre a karakter, hogy nem az a kis gömbölyű, hanem egy picit van egy ilyen éle, és ezt az OD1 ezt nekem itt eléggé hozza. Na, és utána egy kicsit kezd is bezömülni, mert igen. Már a clipping miatt is. Különbségek érte, de mintha most egy sikerült volna megközelíteni, nem? Itt a JHS modnál. Azt a szép fényét. Én azt gondolom, hogy szerintem arról van szó kicsit, hogy ugye ez biztos, hogy valami SMD-s ilyen bonyolult cucc. És szerintem ott sokkal kisebb veszteségek vannak. Tehát én szerintem azért szeretjük jobban egyébként a handwire, meg az ilyen nagy, ott még átbukdácsol, minden ott a szírszar izéken, nyáklapokon, meg a sok kézi kábel, ott szerintem egy csomó mindent elvesztünk, amit jó hallgatni, hogy nem kapjuk meg, és itt azért minden, ami ilyen nagyon izében, miniatűrben van megépítve, az mindig nagyon közelít ahhoz, amikor bedugod a gitárodat egy hifi erősítőbe. Tudod, hogy ez a nagyon sok, ez az egész egy olyan éterien tiszta. És itt az az érzés, hogy ebbe az a fajta kicsit ilyen barna mocsok talán azért nincs benne, mert egyszerűen a technológiában nincs az a vesztesség benne, amit na, majd szétcsavarozzuk, és majd bekommenteljük, ha meg mégsem. Akkor majd kitalálunk más magyarázatot. De lehet, abszolút tévedés kockázatával mondom, de szinte kizártnak tartom, hogy ez belerakjon ennyi kapcsolást, ezért a diszkrét alkatrészekkel egy ekkora cuszba. Tehát ez azt szerintem nem... De és én figyelj,
ha nem így ábézel egymás mellett, akkor egyébként elhanyagolható a különbség, de most mi így ábézünk egymás mellett. Nem tudom. Nekem a 808-os az nagyon tetszett ebben. Ez az MS, ez az XR, az valami nem, azt hiszem, az valami nagyon hülye pedálnak a kompintása, az rémlik, hogy mesélte. Valamilyen nem létező orosz klón, vagy valami, tehát ilyesmi szintű baromság, azt hiszem. Nekem ez a JH-s is tetszett most, mert valahogy úgy... Beérezted a JH-st. Igen. Nézem egy pillanatra. Tisztább, de nem ilyen pattanósabb, kompresszáltabb? Most azt éreztem, úgy hogy tisztább, pont amit játszott. Hogy ebbe több veszteséget érzek. Aha. Ez olyan gyors. Ez a rozsdásabb már. Igen, ez sokkal gyorsabb. Ugye. Az egyébként lehet a módnak a része is, mert nyilván tehát nem akart ez a GSS mód, amit ő csinálta az ilyen pedálokra. Tehát az a kérdés, én nekem általában azokkal néha szokott bajom lenni az ilyen modolt cuccokkal, hogy valami olyas irányba modolják, ami pont az alapvető használható, tehát a design célt fúrja meg. De... Hol csavarodunk? Várjál? Igen. Úgy mondjuk legyen ez az irány. Nem baj? Megfog. Nézd, mert érdekes, nekem így egymás után úgy, hogy picit játszom, nem is ez a gyors AB teszt, mert az egy valami. Amikor elkezdesz játszani vele... Itt csempészünk rá, most azt érzem, és akkor lehet, hogy majd lejjebb kell venni, mert... Egyértelműen vastagabb. Minden hangnak a magja ennyivel szélesebb, mint a másik. Ilyen hangzásban, reméljük azért a videón keresztül is ezt majd átmegy, de ilyen hangzásbeli nüanszok miatt cserél az ember ott esetben erősítőt. Igen. Vagy most már a példát, tehát az, hogy valaki hallgatja, azt mondja, hogy figyelj, mind a kettő tökéletes, de amikor játszol rajta, érzed azt is, utána hazamész, és azon kezdesz kattogni, hogy mit adsz el, mit cserélsz el, mert az a másik, az ennyivel jobb volt. Most mindegy, hogy az egy pedál, vagy ugye? Igen. Tehát ezek ilyen 3-5%
hangzásra, de játékérzetre meg azért jóval több. De nézzük már meg ezt a fújdeót, mert gyakorlatilag az egyik leghíresebb ilyen TS klón, vagy az első ilyen butik TS klón, ami ilyen kicsit ilyen kikerázott, azok közül az egyik nagyon fontos lépcső volt ez a full drive. Ez mondjuk már egy elég késői, ez az aktuális 3-as verzió, ugye? Igen, ez az aktuális verzió most, ez nincs ennél újabb, ugye? Nem tudom, azt azon gondolkozom, mert van ennek egy kettes álmasa, és van egy olyan, amit módosítottak, de az elvileg csak a dobozában lett másabb, de majd pótolom az infókat, tehát azért, mert megjelent kisebb-nagyobb kivitelben, de lehet, hogy ez egy picit máshogy szól. Igen, viszont ez is úgy tudom, ez is SMD-s, hogy ötször néztem ezért, hogy ez ugye a Full Drive 3-asokkal, ezért az a régebbi, ez később, persze azért. Ez így szedi. Igen, az. De. A régebbi, ez full discrete volt, igen. Na, megoldott. Csavart azt majd összeszedjük, megvan? Igen. Ilyen könnyű szóló közben is mondjuk cserélni elemet. Csak az menjen vissza. Hát, ugye Stevie Ray van egy híres videó, amikor húrja elszakadt szóló közben, és valahogy még ott ezért menet közben kicserélik. Hát aki tud, azt tud, érted? Jó, hát igen, hát messze van. Ezt majd visszacsavarom, addig itt hagyjuk itt iszni. Az egyik, a másik meg ott van. Na jó, hogy mit csináljunk? Csinálod? Ja. Adhatom a gityót? Adj egy gittát, igen. Keverjük. Ha már össze-vissza csavarod. Ezt a hurkát a végén, ezt meg kisorsoljuk, amit itt készítünk. Szikével. Bekapcsolod. Rögtön elsőre teljesen másról van a tompotiam, ami most fizikailag is, de hogy ezért, de na, akkor először állítsam oda, és aztán pofázzak, nem? Azt érzem, hogy, és majd kérlek demonstrált, hogy nekem a nyaki hangszedőnél ennek a mélye egy picit szétesik. Aha. Elkezd ilyen szutyok, ilyen szilva lekvár lenni egy picikét. Aha. De ha most ugyanez a bekapcsolással átmennél és megmutatnád bridge-en, akkor lehet, hogy picit ez jobban tetszene. Aha. Mert ennek több a mélye szerintem. Aha. Ez nekem jobb. Igen. Kicsit, egy egész picit ilyen erősítőszerűbb így az a bridge overdrive. Aha. Most nagyon érdekes, hogy mert az, amit ebből nem szedtek ki, az a sok mély, az vagy az a mélyvágás, akkor nem tudom, azt kompenzálták-e, vagy nem szedték ki, az a nyakinál. Most nekem, de ez mondjuk egy másodperce, add ide a vezetéket. Itt egy bridge-el nézzük már meg, szerintem ez zseni lesz. Na. Ugyanúgy, mint ott. Én nekem most az tetszett, mert pont azt a mélyet hozza, pont azt dobjuk is el, és akkor azt cserélgetjük. Jó, pont azt a mélyet hozza, ami... Yeah.
Igen, igen, itt már, főleg humbuckerrel itt már az így lebutul. Igen, az a mélyvágás, vagy akkor az itt, mindegy, ennek a több mélye szerintem ehhez nagyon jó. Meg humbuckernek ez az aszimmetrikus vágás, ez sokkal jobban áll, hát ez sokkal jobban, tehát természetesebb, ilyen csöves erősítő jellegű, mint a Tube Screamer. Eddig ezt azért vinném így, ezt is, és akkor humbucker, izé, meg booster is, meg igen, minden. A humbuckerhez egyértelműen ez. Ja, már igen. Lehet. Meg az említett, itt van egy boost is, most igen, igen, nem, igen. Leszaladjunk rá szerintem, ezt elhiszi mindenki, hogy a szóló emelésnek, igen, ez igen. Mi mindent. Igen. Nézzük meg humbuckerrel ezt a csodát. 5, 6, 7. Nem is azt, hogy főleg ez lesz póla, ez nekem ez az a fajta ilyen túl erőszakolt közép, ami nekem sok, ami nekem, én azt már nem. Ne haragudj, de most csak azért is, mert teljesen jelszintek miatt mik dőlnek össze, itt a TS-10, meg engedett. Ugye, az most TS-10. Aha. Vissza kell tornázni. Ennek működik a hangja, de ez az a kappa hangja. Várj csak, nézzük meg az OD1-et az elfben. Fellépni azért. A mély hiányzik. Most másodpercre ez légy. Tehát, hogy ilyen apróságok miatt kell egy új Tube Screamer videót, 49. ezer videót is megcsinálnunk, mert nem akarok elhinni, hogy ez épp egy másik belőjött volna, hogy tök jó, tök jó, tök jó, már úgy voltunk, hogy hagyjuk abba, menjünk, itt már miről beszélünk, majd eljutottunk, és most hirtelen az a mély, meg az a konkrét dolog, meg az aszimmetrikus opció, igen. Val egyszer csak lesz egy olyan pedálod, hogy ezzel a setup-on, igen, mondjuk most ez az ideál adott esetben. Én egyébként speciál a kettes verziót, azt a kéket, a MOSFET-es verziót, azt én használtam például évekig Les Paul-ra, és én az nekem úgy működött, azt szerettem. És ott is ez az aszimmetrikus clipping volt, mert az áll jól neki. Itt aki mindent tud, vagy itt aki... Engedd meg, hogy csináljuk azt, hogy legyen ez, jó, te stratózol vele, és utána meg én stratózok ezzel, mármint hogy közben úgy próbálom, jó, magyarázni, egy picit ezt jobban ismerem, jó, így a háztájról. Jó, rendben van. Jó, légy szíves, azt mondja, ki. Húzok egyet. Ti élvezitek? Okay. Mert mi igen. Ezt. Ne, csak ez a spagettiből előbányászok. Ez figyelj, ez...
Hú, igen, mert ez most már kezdett olyan lenni, mint egy női fejhallgató zsinór. Közben addig beszélgessünk, de tényleg ez nem tajár, szoktam, a tajár alatt, nem? Nem szoktam látni. Most, most szerinted tudod, hogy melyiket dugod be? Halálosan összekevert. Egyébként én rosszat, de viszont eltávolítom. Na, kimetszés. Nézzük, azt mondja, hogy itt van valami génünk, van valami vonalunk, oké. És most ez egy nullás állásból, valószínűleg ez a klasszik izé. Kevesebb, vagy a kompressziós az ez a kompresszáltabb. Érzetre ez kompresszáltabb, ez ütősebb. És körülbelül ott, igen, mert a 12-nál szít meg, itt meg igen, kettő, és most ez meg így is több a magasabb, hogy délnél van. De nem, most nem kevesebb a gén ezen, neked érzetre? De biztos az is lehet, hogy kevesebb. Mert nem csak másnak, csak hogy... Most nekem ez ilyen izé... Hasonlít nagyon. Játékra nem. Itt szerintem ez egy kicsit izé lebarnította. Valószínűleg itt is arról van szó, hogy nem tudom, mindegy. Olyan, mintha itt is valami veszteség lenne, amit egy kicsit jobban szeretek, mint ebbe az, hogy izé, ez tisztább. Tehát ez egyértelműen egy picit izé. De nagyon hasonlít hangban különben. Közben? Nézzük meg. Bocsánat. Csak azért, hogyha lejteném a gitárod, ne lásd, tudod, akarom, jó? Okay. Szerintem két állás közé mentél azért. Igen? Igen. Igen, de tudom, mi iszonyúan, na erről majd fogunk itt beszélni, hozza fel a mélyet. Igen, nagyon. Légy szíves, a bridge-et kéri szépen. Fel a mélye, viszont ezért esett hasonlóan tapasztalat, esett a nyaknál, már esett szét a hangja. Itt már voltak jobbak, amikor... Ezek a középvágottnak tűnők, nem tudom, hogy mi lehet, hogy Gibsonnal ez a jó pofák. Thank you.
ez nekem tetszik. Ez jó. Ez ilyen, és volt egy olyan érzetem, érdekes, hogy te azt mondod, hogy középfágot, én azt mondom, hogy mély emelt, most ez mindegy, mert hogy, de hogy értjük, miért veszünk, hogy más lett az aránya. Egy picit hagyd kérem el Gibsonba egy másodperc, hogy mennyire sokat számít, hogy tényleg a milyen hangszedő állás, nem is, hogy gitár, milyen hangszedő álláson próbálod. Most az egyes, az nekem nagyon tetszett. Bár már nem annyira tyúszkrimel hangú volt. Nem. Mint egy ízé metázó és egy tube screamer szerelem gyereke. Igen. De olyan értelmetlenül. Ott van, aki szeretne a tube screamer mellé egy másik ilyen ízé drive-ot is. Egyes nyom már be nekem, ez a 0-1-et. Csak az... adnék pénzt. Igen. Ez a Les Paul nem egy nagy élmény. Igen, sose rosszabb, de azért igen. Azért jó, hogy így nyomogatjuk végig, mert szerintem ez is fontos, hogy én is azokat a videókat szeretem, mindenki elhiszi, hogy a saját cuccát úgyis máshogy állítja be, de amikor ez az ABCD így hirtelen változik, akkor majd lehet hallani, reméljük itt a videón, hogy honnan, hova jutottunk el. Igen. Még gyorsan erről egy kicsit. Ezt nézzük. Jó, hagyj kérem el a Stratót. Vissza szerelnéd kérlek szépen? Igen. Tessék. Tehát, ami az érdekessége ennek, ez egy-két dolgot fog most ötvözni itt az eddigiekhez képest. Ez az oldala mély vágás, vagy emelés, attól függ honnan nézzük, ha így elindulok. Ez meg kapcsolgatja a diódákat, tök más vágás, de úgy rakták sorba, most meg nem mondom, hogy a Scotty, a LED, a mit tudom, milyen aszimmetrikus, mihol, merre, hogy errefelé nő a kompresszió, tehát esik be a hang, és akkor kell egy kis kompenzálni, és van egy 1-es, 2-es gain, meg egy kimenő boost, tehát ez egy szóló boost. Aha. Itt van még egy, azon kívül, hogy bekapcsolod, van még egy külön egy elő, tehát még átkapcsolod egy buffert, elé raksz, még valahogy megemeli, fogalmam sincs hány kilóra, egy megára 100 kiló, 500, mint olyan hány kilómra, szerintem egy megára megemeli, ami a hangban még érdekesebb, tehát önmagában, ha bekapcsolom, és azt mondom, mondjuk íz, mondjuk egy fent. De ennek nem a magas emelés a lényege, mert arra itt van a normális a bright. Már egy Fendernél erős tűnél, erre nincs nagyon szükség ebben a helyzetben. Emeli, mindegy, bizonyos pedáloknál, amikor teszteltem, kiderült, hogy még különösen más hang lesz, főleg egy fast pedál, hogy előtte persze van, mert hogy más az impedancával azt terheli, érdekesség, lehet vele szórakozni, na nézzük. Egyes jó, állás. Ez egy jó, én
is máshogy játszok, de kezd egy kicsit össze. Finomabb, igen, ez kicsit nem olyan darabos a izé. Igen? Megtennéd, hogy csavarod úgy kattogtatod neked? Itt majdnem, hogy csak egy booster, hát persze nem, mert igen. Azért itt is vannak. Kezd a kakaót. Ott van, ott lesz már. Amit itt elvesztettünk, hogy olyat hagyj mutassam, ja, már hogy kérlek, hogy, hogy ez a mély, tehát mondjuk ott vagyunk, hogy nyaki hangszedő kevesebb mélyel, aki szereti ezt merre a... Merre vág és merre emel. Erre emeli a mélyet. Értem. Tehát most van, mert ezt most próbálok egy kicsit sokak által nagyképűen mondom, próbálok egy kicsit ilyen májeres, mélyeres hangot. És várjál, a hármas, négyes körül kezd az a nagyobb... Itt azt mondanám, hogy egy B-fokozatnál a drive még ugyanaz, a beállítás nem azt jelenti, hanem a B az pluszolt, tehát már eleve. És ez most középállás, nyaki. Na most ez hátul, félek. És ezt tőle tanultam, még a meza szekciónál, hogy ez egyértelműen a gén előtt van, én úgy érzem. Tehát teljes elkezdi így dúsítani a gént is emiatt ez a frekvencia. Próbáld ki, kérlek? Tehát, hogy azt érzed, hogy nem csak a kimenetén a több mélyet, hanem az elején, és egy kicsit fazlos. De akkor befullasztaná, igen? És hát igen, hát be, nézd meg, bocsánat, te csavar, és végén utána... Is be lehet fullasztani, de... Kapcsolod le, kérlek, nyakinál, és utána átveszed, fűz. Na de a lekapcsolt bridge állásnál igen, én szerettem. Neked most ez, így most, ahogy most. Ja igen, mert visszamentem a izében.
Más a hangja azzal a buffer plusszal. Miért nem tetszik a bajzózódást? Ja! Nem. Nem tudom, hol lejjön a zúgásodat. Hogy az az érdekes, hogy ott azt a buffert, ahogy lekapcsoltuk, és akkor hirtelen elkezdett nem annyira pedálszerű lenni a hangja, ami erősítőszerű. Aha. Tehát aha. Megjött az a telítettség, ami egy, inkább egy rendes erősítő torzítás, vagy de rendes, tehát inkább egy erősítő torzításra emlékeztet. Kemény. Na igen, nagyon sok minden. Ez, de az az érdekes, hogy egyébként, nem is érdekes, mert erre készült, de hogy az a jó pofa benne, hogy megmarad a Tube Screamer, és tényleg annak olyan árnyalatai jönnek, amit sose hallottam eddig. Tehát, tehát olyan high gain Tube Screamer hang, ami gyakorlatilag már tényleg a rendes high gain kategória, de mégsem metal, hanem valami ilyen furcsa hibrid. Én most hasznosabbnak éreztem ezeket a feature-öket, mint ebben a forgó potit. Igen. Nem, mert ebben úgy érzem, hogy én egyet megtaláltam volna, mert találtam, és ami nekem tetszik, azt úgy sem nyúlok hozzá. Itt meg már kapásból éreztem az 1-2-3, attól függ, hogy a nyakon, nem a nyakon, vagy ezzel bár a duplangszerű játszott, picit finom hangolod, mint ahogy a beállá, nem mindegy, hogy mondjuk egy ilyen Fender kombó játszó, vagy egy Marshallon. Hát lehet, csak annyi. És nem ott emelsz a mélyen, vagy vágsz a mélyen, hanem lehet, hogy itt az 1-2. Itt egy, szerintem tök jó, egy picit ez tényleg arra jó, hogy egy ami neked jó, egy pedálban, úgyis megtalálod a forgóban, azt kezi csókolom, akkor onnantól kezdve azon fogod használni. Igen. Igen, én is úgy érzem, hogy ennek nem az a lényege, hogy ez mindenkinek lesz egy, ami tetszik. Szóval. És akkor itt nincs akkora kockázat, hogy megveszel el, és nem tetszik, hogy veszel még három tyúszki, mert már egyik ilyet, és ez is tud mindenféle ízt. Azzal együtt nekem, hogyha ha egy klasszik tyúszki van, akkor ez abszolút, ez a favorit. Stratóval, Fenderrel, nyakpikap is, vagy ez a favorit. Les Paul-al ez nagyon, igen, az nagyon bejön. Valószínűleg ez is jó Les Paul-al, mert ezek eléggé tudnak, ez nyilván százszor több színben, de ez eléggé tudja ez is ezt a nyitott... Ha nehogy már egy... De jó, próbálkozni. Nehogy már! Nehogy már! Rábeszéltelek, nehogy már! Hogy... Nekem is most ez a háromszög, így. Igen. Valaki... Csak nem van jó kis tízes. Óvatos, várja. Látod? Kifogy a hangerő az 5-6 állásnál. Tudod, meg tudod mi van? Ami viszont fontos, ez múltkor hallottam egyszer egy ezért, és azt el akartam itt mondani, mert szerintem ez egy nagy okosság, Tube Screamer hangol, meg egy Tube Screamer Gibson dolog ma, hogy van ez a kvázi analóg drive-thru dolog, és miután ennek sokkal nagyobb a jele, ezért a nem klippelt jel, az hangosabb, és megváltozik a
a gain és a clean arány. És ezért van, hogy viszonylag ostobácska egy tube screamerrel a Gibson, mert hogy, ha nem boosterként használod, mert van egy ilyen kicsit beteg Krista hangod, és mellette egy szőr, ami így de ez a Stratonál nincs, mert ott mások az arány, meg csak a mix arányok. És itt ezt hallom, hogy ez azért nem tud olyan lenni, mert mint ennél valószínűleg máshogy van ez egy kicsit megcsinálva, meg vagy a felnőször, hogy tudja, de valahogy itt azt hallom, hogy itt hiába tekerjük a gén, csak egyre hangosabb lesz az a clean hang is, ami átjön, és nem és a szőr meg egy kicsit leválik mellőle. Tehát egy külön életet. Na várjál, még utoljára nem hagylak, én megpróbálom ezt megközelíteni. Jó. Ezen. Tehát ott járunk, hogy ne? Kezdett kevés lenni egy kicsit a mély, pedig tudjuk, emlékszünk, hogy ebben sem. Most megszoktam a jót, mármint a plusz mély. Nézd meg most! Ez világít, attól mert ez világít, ez nem aktív. Jó. Tartomány van. Jó, de se kicsit most egyébként a... Kezelhetetlen lett. A buffer miatt már, igen. Már igen. Az ami ott valahogy sok génél jól esett, az most itt ez a Les Paul annyira erőszakos lett. Nem, az off-állásban az tetszett. Az nem... Eleve azt sem, nem tudom, pontosan értem, hogy lényeg így is úgy is nagy impedancia a bemenete, néztem, de még emel valamit, ezt szerintem ilyen plusz kísérletezési dolognak hagyták, hogyha 19 km a vezetéket, vagy valami. Én van tapasztalom egy fastpedálnál, annál iszonyúan lehet hallani, hogy itt a fastpedál mindenben nyomva, tök jól szól, majd rányomod, és lehet, hogy sokkal jobb, vagy sokkal, de teljesen más lesz a hangja, amiatt, hogy nem, most mondok valamit a 470 kilóomról, lehet, hogy egy megára vált a bemenete. Igen. És ilyen sokat számít, és onnantól kezdve mögötte is minden máshogy kezdett. Hát ez ilyen, ezért van az, hogy amikor elkezdünk házasítani pedálokat, akkor meg pláne összeveszünk, mármint, hogy szétesik az agyunk, mert azt hittük, hogy minden jó, eliraksz valamit, bekapcsolod, hiába kis génen, de teljesen más dolog adódik össze, már az impedanciák miatt is, nem beszélve a karakteréről, teljesen más adódhat össze, mint ha külön-külön próbálnád és fejben összekombinálnád. Hát egyébként is akkor már zárjuk a témát, de még ha ezekre a finomságokról beszélünk, és egyáltalán nem elhanyagolható részlet, az, hogy például, mit tudom, én is ott összeraktam otthon csak egy ilyen maradék pedálokból egy ilyen gyors bordot magamnak, és mit tudom, és ezek a klócz kábelek voltak, ezeket te ajánlottad nekem, ezek tényleg tök jó kis jó minőségű, normálisan szóló kábelek, és akkor ezeket összeraktam, és most nem látok egyet, mindegy, volt, beraktam még két másik típusú kábelt egy bizonyos helyre, és tök jól szólt, és szétszedtem valami, összeraktam, még nem szólt jól. Mondom, mi van, mi a túró, mit csináltam? Nincs, erőszakos lett a magasra, tehát megszűnt egyfajta látság benne, tehát ez egész így szétcsúszott. És mi a fene van? Túl jó vezetéket raktál bele? Nem, hanem az, hogy kb. Árba hasonló, tök mindegy. De más. De másik típusú,
és visszaraktam ugyanabba a sorrendbe, tehát ugyanarra a pontra raktam, ugyanazt akár, és megint működött. És kétszer-háromszor lepróbáltam, és ha végig csak ilyet raktam, akkor nem volt olyan jó, most az nem azt jelenti, hogy most ez nem olyan jó, hogy az szarabb, hanem egyszerűen az kiadott egy olyan kombinációt, amitől az egész, aha, mint rendszer jobban szólt, mint mondjuk egy ilyen homogén kábelezéssel. Az, most valószínűleg ott simán, ott is inkább veszteségekről beszélünk, csak ott jól állt az a veszteség a kábelnek, itt meg nem állt jól. Tehát ilyen kis szarokon is múlik az, hogy melyik mit szeret, és aztán pláne meg az, hogy tényleg beinek milyen az input, meg output impedanciája, meg aztán az egész, hogy épül föl. És ugye igazán annyira nem mutattuk, csak véletlenül, amikor 14-szer sikerült kikapcsolni, hogy az is milyen izgalmas, amikor mondjuk stackelsz akár két tube screamert, vagy két ugyanolyat is. Én sok helyen láttam, hogy valaki azért használ az egyiket a végén mondjuk solo boostnak, használja a másikat az alapdrive-nak, hogy ezt ugye benyomtuk az elején, az alapnak is tök, igen, jó volt. Én úgy tudom, hogy Stevie Ray-on is használt kettőt egyébként. Biztos vagyok benne. Meg az, ő azt hiszem, igen, meg... Hát kb. Azt használt meg egy válpedált, az jó. Igen, meg kíván. Van, aki ugye ezt az említett klónnal vegyíti, ahol nem annyira húzott a kompresszát a közepe, de mégis, igen, ormányos és meg tudja tolni, akár buszban. Nekem egyébként az általános receptem, hogy egy ilyen teljesebb hangú, kicsit ilyen distorzsonos, mint például OCD vagy ilyesmi, és azt boostolni ilyesmivel akkor tehát hogy én két tök egyforma karaktert egy most nem szeretek, viszont ezek az orros, meg a másik egy ilyen segges. De akkor mondjuk először jön ez, utána, igen, az OCD, és akkor nyilván ennek a drive-ja akkor mondjuk nem itt áll, hanem lehet, hogy itt áll, csak nem? Egy picit, igen, viszont nem is boostolom halálra. Ja, nem is, aha. Mert azt se szeret, mert meg befullasztom, tehát az se jó, de adjon hozzá egy game stage, egy picit esetleg tolja meg, és aztán így. Aha. Na jó, figyelj, teljesen maratoni lett a dolog, úgyhogy... Egy biztos, hogy pont ugyanilyet nem csináltak. Nem. Még? Nem, és azt sem véletlenül. nem csináltak, de most csináltunk, úgyhogy azt szeretném mondani, hogy mindenkinek le a kalappal, aki ezt végig bírta itt velünk. Sajnos mi még tudnánk folytatni, de... Azt kommenteljen be, aki egyben egy levegőn végignézte az egészet. Nem lesz sok komment. Azt kommenteljen be ezt, ne csak ezt kommenteljen, azt kérdezett, hogy igen, egy levegővel elment, igen. Szerintem valamilyen ilyen emléklapot majd fogunk osztani, és akkor azt kiküldözgetjük, hogy végignéztem egyben. Igen. A URL, ami a TS részét, és lehet erre pólót kéne gyártani. Igen. Meg lenne a mörcs. Na hát, köszönjük, nagyon szépen köszönjük. Ez volt a Who Are You, Pásztor Sámuel. És Géczi Viktor. Sziasztok.